Szintén Hönerház előtt állunk, sőt, ahol állunk fizikailag, az is Hönernek a műve. A város leghíresebb építésze volt, noha nem itt született 1863-ban. Születésének 150. évfordulójára egy sétával emlékeztek a városban, ahol körbejárták Magyaróvár azon épületeit, legalábbis egy részét, amely Hönel Béla nevéhez fűződik. Hönel Béla Magyaróvár egyik legjelentősebb, ha nem a legjelentősebb építésze volt. Rengeteg középülete, illetve magán lakóháza van, amely városképünket meghatározza mindmáig, sőt még talán jó pár évtizeden keresztül is. Hönel Béla 150 éve született, és erre emlékezünk a sétával, hogy végigjárjuk a házakat. Az egyik legismertebb épülete a Városkapu téren álló postapalota. Évek óta egyre rosszabb az épület állapota, de még romjaiban is érdemes rácsodálkozni. Azt talán kevesen tudják, hogy az épület alatt egy lajta csatorna húzódik. Hogy akkor sem volt egyszerű egy engedély beszerzésre, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy erre a csatorna lefedésre a Pozsonyi Magyar Királyi Kultúrmérnöki Hivatal adott ki szakhatósági engedélyt, és már létezett akkor is tervtanács, a Moson megyei építészeti hivatalnak a királyi műszaki főtanácsosa adott egy szakvéleményt, ami alapján az épületet aztán el lehetett kezdeni. Ha tégladíszítésű épületet látunk a városban és a térségben, nagy bizonyossággal elmondhatjuk, Hönel házat látunk. Az egykori Manninger téglagyárban speciális égetéssel állították elő ezt a díszítő elemet. A Moson vármegyei múzeumot is ő tervezte, de itt nyoma sincs a tégladíszítésnek. Az építetők a klasszicista stílust részesítették előnyben. Moson vármegyei múzeum talán az egyik legreprezentatívabb épülete Hönel Bélának, hisz középületről van szó, amely ráadásul szabadon álló és viszonylag nagyméretű épület, tehát mindenképp a főművek között tartható számon. A szepességből származott, de alkotó éveit városunkban töltötte Hönel Béla. Számtalan közéleti szerepet vállalt. Ő volt az ipartestület elnöke, Magyaróvár önkormányzati képviselője, majd az Egyesített Vármegyék Törvényhatósági Bizottsága tagjaként is tevékenykedett. 1901-től életének második felét Magyaróváron élhette, és városunk egyik legkiemelkedőbb, legmegbecsültebb polgára válhatott belőle. Tevékenysége mindmáig kézzelfogható. Nem csak városunkban és közvetlen környékünkön, de az egész mai Magyarországon és a határon túli szomszédainknál is. Kis Miklós evangélikus esperes lelkész imáját követően megkoszorúzták Hönel Béla sírját. Az ősszel egy járási kerékpártúrával folytatódik a megemlékezés, amikor felkeresik azokat a környező településeket, amelyeken Hönel épület található.